Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkedet. Kedveseim, Szent Adalbert ünnepe van. A Szent Misét a Bazilika papjaiért ajánlom. Elhunyt Gabriellaért ajánlom. A tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. És bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellenem. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz. Uram, irgalmazz. Krisztus, kegyelmez. Krisztus, kegyelmez. Uram, irgalmazz. Uram, irgalmazz. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te vértanúdat, Szent Adalbert püspököt szenvedései jutalmául szentjeid sorába emelted. Add kérünk, hogy példája nyomán eljuthassunk az örök hazába. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled és a Szent Lélekkel Isten él és uralkodik örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Jakab apostol leveléből. Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatás ér benneteket. Jól tudjátok, hogy hitetek próbatétele álhatatosságot eredményez. Álhatatosságtok pedig tegye tökéletessé tetteiteket, hogy tökéletesek és fedhetetlenek legyetek,
és így semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá. Boldog, aki a kísértést kiállja, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az örök élet koronáját, amelyet Isten az őt szeretőknek megígért. Ez az Isten igéje. Istennek legyen a Zsoltára válasz, az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Minden időben áldom az Urat, dicséretét szüntelenül zengi ajkam, lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Magasztaljátok az Urat én velem, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, és kiragadott minden rettegésből. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, és arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, és minden szorongattatásából kiszabadította. Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. Alleluja! Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Alleluja! Alleluja! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Búcsú beszédében Jézus így szólt övéihez. Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból. Ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Kedves testvérek, most a nehézségekről hallottunk a szentírási részekben, az evangéliumban is és a szent leckében is. És ugyanúgy, ahogy azért Szent Adalbert életében is kijutottak a nehézségekből neki, hiszen nem annyira önszántából hagyta el az szülő hazáját, hanem amiatt, mert olyan sok meg nem értéssel és ellenségeskedéssel találkozott, és kezdett el máshol is hirdetni Krisztus igéjét, Isten országát, Isten örömhírét. És ezt mutatja nekünk, hogy amit Pál apostol is úgy fogalmaz meg, hogy ha Isten velünk, akkor ki ellenünk, az nem azt jelenti, hogy ha Istenhez tartozunk, akkor minden nehézségtől és gondtól mentes lesz az életünk, hanem azt jelenti, hogy ha Istenhez tartozunk, akkor tudjuk a legfontosabbat, tudunk arra figyelni, és a nehézségek meg a gondok azok nem törnek össze minket, ugyanúgy, ahogy Szent Adalbertet sem törték össze, hanem tudott tovább menni és hirdetni ott Isten országát, ahol tudta, hiszen a legfontosabb Isten lebegett a szeme előtt, és az, hogy majd találkozzon vele halála után is. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hűségessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát. Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Kérünk téged, hallgass meg minket! Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelki ismereti szabadság ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták,
add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba. Kérünk téged, hallgass meg minket. Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kegyelet. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten örökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet, és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzunk, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, de minden dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházja várja. Kérünk Istenünk, Szent Adalbert vértanú püspök érdemeiért, fogadj jóságosan áldozati adományainkat, és add, hogy állandó oltalmat találjunk bennük Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a lelket. Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Ez Szent Adalbert hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngességében is hőssé avatja éltett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad neki erőt Krisztus Urunk által. Ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt dicsőítünk téged, és hangos szóval zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Urat Istene. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet, Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld színedet, Urunk, egy házat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetet Ferenc pápával, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden rossztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert éri az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk, te, aki legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, és őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mind örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a béke jelében. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Isten báránya, elveszed a világ bűneit, kérgalmazz meg gyújtsd. Isten báránya, elveszed a világ bűneit, kérgalmazz meg gyújtsd. Isten báránya, elveszed a világ bűneit, adj nekünk. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Szent Albert vértanú tanította nemzetünket imádkozni Szent István király személyében. Most imádságunkat közvetíti az Úristen felé. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat veled. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Engesztelődjél meg Istenünk vértanút Szent Adalbert püspök közben járására. Kérünk ad, hogy egykor az örök üdvösségben elnyerjük, amit most itt templomodban ünnepeltünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most is. Segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet hallgat. S áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise végetért, menjetek végében. Istennek legyen hála.